Percsi Márton vagyok, születésem 1944, július 5, Szentfülöp. Fülöp. Folyta. És még annyi, hogy ez délbácskai község, szintiszta sváb község volt, körülbelül 4500 lakosa volt, nem volt, szegény község nagyon feltűnően dolgos emberek voltak. Egy húszholdas földműves családból származom. Az édesapám az Percsi Vendel volt, földműveléssel foglalkozott a család. Én ugyan még nem, mert még csecsemő voltam végül is. Édesanyám az szintén falubeli volt, mert nálunk az idősek elmondása szerint nem volt divat kifelé házasodni. Tehát szinte majdnem az egész falu rokon volt egymással. Az édesanyám neve az Lux Katalin, született 1906-ba. Hát kérem szépen erről csak annyit tudnák, hogy az idősek elmondása szerint, hogy ez Trianontól 1941... Így ez bácska volt, szerb fennhatóság alatt. Na, ott akkor, amikor a németek bejöttek, 1941 Sándor napján, ahogy az idősek nekem elmondták, akkor azt mondta a német vezetőség, hogy itt le lehet vonulni és visszafoglalni a Délbácskát, le is vonultak, le is vissza is foglalták. Van egy sógorom, aki 1921-ben született, illetve szegény csak volt az. Sokszor dicsekezett, hogy a, a ombori laktanya, ami a vasútállomás mellett van, ő ott volt újonc katona, tehát a magyar hadsereget levitték, és az innen, innentől Magyarországon volt nekem rosszul is van bejegyezve, mert én nem Jugoszláviába születtem, én már Szerbiába születtem. Hát a, a szülők elfoglaltsága az az volt, hogy nagyon sokat dolgoztak. Apám az egy nagyon pedáns, nagyon dolgos svábember volt, édesanyám is szintén. Trianonnál kellene kezdenem, tehát még Trianon az idősek elmondása szerint a partizánok ottan több éven köröztű az alvilágban ők nagyon készülődtek erre. Nagyon készülődtek, és volt olyan tanya, ahon ők ugye ott voltak, messzi volt, és ott vélek az én olvasásom szerint, ami, ami, ami valamelyik könyvben van benne, nem jön most be a címe, egy kislány elment oda, valamit vitt a háziaknak, már ugye az is kötelességük volt együtt énekelni, hogy szimbolikusan így mondjam, a partizánokkal. Mert másképp vagy, hogy volna azokat, vagy akármi lett volna. Na és amivel ez a, ez a kislány, ez váratlanul bement, az nyolc be, éves volt, ezt a aljas módon ezt a kislány kivégezték. Illetve nem is kivégezték, mert megölték, már más a kivégzés, más a megölés. Szinte hihetetlen, de, de ez történt sajnos. Na most ugye a maguk módján, amint már említettem, nagyon készülődtek erre, ugye talán látszott az, hogy Hitler el fogja veszti, veszíteni a háborút, ugye, akinek voltak rádiója, volt akkor is, amit a háború alatt ugye le kellett adni. Onnan látszott, az, hogy Hitler el fogja veszíteni a háborút, és ahogy a, az orosz uh, hadsereg, ugye, akkor talán már szovjet hadsereg volt, ahogy beértek Szerbiába, úgy a a partizánok, én úgy szoktam mondani, az oroszok hóna alatt mentek, és egy-egy községbe ők nem mentek tovább, az oroszokkal ők ott maradtak, átvették a hatalmat. Ami a mi falunknál úgy történt, hogy körülbelül október 20-án értek oda az oroszok, mivel Bajára, ahol most én beszélek, itt 20-án huszadik, voltak már szintén, igen, az oroszok, és a partizánok átvették a, a falu irányítása, az ő módjuk, módszerükkel, és kidobóták ö, október, illetve november 18-án, hogy minden férfi 18 éves kortól 44 jelentkezzen a, úgy mondták, hogy községháza. Ott jelentkezze, persze mindenki elment, mert ugye félelem lepte el, a, hogy akkor mi lesz, hanem kérem szépen, minden minden férfit, ottan beírtak, és két csoportra osztották őket. Volt egy kis csoport, meg egy nagy csoport. Volt olyan is, hogy az apa ott volt, meg a fia is. Ezt, ezeket én fényképen meg tudom mutatni, ma van ilyen könyvem. És a kis csoportot az bezárták a templomba egy éjszakára a kis csoport. Itt azt fizetett rá, aki a nagy csoportba átment, aki vagy fordítva. Tehát a nagy csoportot az 1944 Katalin napján, 25. novemberben azokat fegyveres partizán kísérette kivitték a határba, ott állítólag már meg a gödör ásolt kive, kivel, még mai napig se tudtam rájönni, hogy kivel ásatták, meg egyesek azt mondják, hogy a cigányokkal, egyesek, hogy ővelük, és ezt a 214 embert egy az egybe besorozták géppuskával, ott a gödörbe. Ez az éjszaka leple alatt volt, na mostan érdekesség képén, ha ezt érdekességnek lehetne azni, Ezen a, a talajon, ahol ezek el voltak ott földelve, hol 10 centi, hol 30, ott ez a 214 embernek a vére, még a csont, az akkora kémiai hatással gyakorolt a, a gyönyörű szép fekete, Bácskai Földre, hogy ott ősz, a tavasszal, amikor ugye a fagy elvitte el róla a füvet, ez a talaj, mintha ha, ha hamuval lett volna, szó szóval szerint szürke volt a talaj, tehát ez kirít, több eh, évtizeden köröztül, ki volt rakva a Megáni tilos nem volt szabad Megáni. A véletlen egy-egy német busz még át, mert ugye Míg meglévő falubeliek jöttek, ott rögtön megállt a rendőrségi kocsi, és azonnal Vajder, Vajder kellett menni. Aztán ő nekik is ugye engedni körlött a gyönyörűségeknek, és, és ezt a területet ugye a németek megvették megvették, a Hodzsáki plébánia nevére megvette, és ott egy na nagyon, ha ezt lehet gyönyörűnek nevezni, emlékművet állítottak a németek, ahon egy kereszt van, még, meg név szerint rajta vannak, hogy kik, kik. Most a, tudni kell, hogy a Titónak volt ilyen kivégző osztagja, partizánok persze, ezek mentek falorú falura. Falorú falura mentek, és ott ezeket ö, ö, kivégezték, ugye ezeket. Szinte minden falu, szomszéd faluba is ugyanígy ilyen volt, a hó, Most, ö, még amit én az öregektől tudok, a hócsák községben volt, egy, egy illetőnek sikerült megszökni a kivégzés előtt, másorba sorba voltak állva, nem tudom, hogy sikerült neki, de sikerült, mert ezek össze is voltak drótozva, hátul, ugye? És onnan sikerült, mert észrevették ugyan, de szerintem a partizánok is jobban részegek voltak, mint józanok. És utána mentek ló, hát ő befeküdt messzelen a borozdába, na most a ló nem lépett rá, azt tudjuk, hogy a ló emberre nem lép és nem találták őket, és akkor ez a jó ember, akinek sikerült, ez bement ott egy közeli őrházba, ott kapott ruhát, és hazament. Hát hogy szokott ez lenni, ugye az anyuka csak megörül, és akkor ő csak elmondta, hogy a hölgyek szokták, hogy csak neked mondom, csak neked mondom, közben ez a csak neked mondásból ugye az egész falu még tudta, Ugye az illetékesek is megtudták, a partizánok rögtön kimentek érte, bevitték, de világos nappal kísérték be, tehát, és akkor kérdezték tőle, hogy akkor ezt miért csinál. Hát ő azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy ő még nagyon fiatal, és ő... Ő nem vétett senkinek, és ő szeretne élni. Na, akkor, hogy a kirakat rendben legyen, hazaengedték, és hát ott a, még a szomszédok összejöttek, hogy mi volt. Hát azt mondták, bent meséli, idézi a szavakat, hogy csak jöjjek haza és hallgassak. És akkor mondták neki, hogy te, te csak szedd össze a pegyerkádat, mert fognak jönni, érted? Szedd össze a pegyerkát, és indulj el Magyarországnak. Hát az körülbelül 70 kilométer, de hát nem ő volt az egyedüli, csak úgy is, hogy mielőtt vagy már sötétedett, akkor elindult. De rá fél órára már ott voltak, hogy hol van, úgyhogy kinyírták volna őt is. Ezt el kell mondani, hogy nem csak az én családom, mert ez úgy történt, a nővéreim akkor már majdnem nagykorúk voltak, tehát ők, ők mindent tudtak, és nálunk nem olyan nagyon régen voltam egy helyén, ahol az illető megkérdezte, hogy én honnan tudom ezeket ennyire pontosan. Mondom, én onnan tudom, hogy amikor bármilyen családi összejövetel volt, nálunk már éjszaka nem tudtak aludni, ugye? És szinte még mai napig is, ha összejövünk, ez, ez a téma. Most már nagyon kevesen vagyunk, nagyon kevesen vagyunk, és az ő elmondásuk szerint 1945-ben, én akkor kilenc hónapos voltam. Ma a faluba mesélték, ugye, hogy mindenki el lesz víve. És a nővérem hazament, és mondja otthon, és mondja neki, apám, ugyan mit beszélsz? Honnan szeded ezeket? Nem is kellett sok időnek elmúlni, ez már nagy héten volt, szintén nagy héten, 1945 nagy, nagy szombatján bejött a part. Ott, ott főtt a sporherton, a sonka, még szerintem a mm, copkhúk, és benne volt ez, ez fonott kalácsnak nevezzük magyarul. Ott azt mondta a partizán, hogy Napolje. Ez ugye, aki ezt nem ér, ez azt jelenti, hogy kifelé. És amit riprop össze tud taxedni ottan, amit, amit, azt, azt akkor ki az utcára, ez így ment házról házra. Nem voltak ott kiválasztott házak. Ez úgy kérem szépen, házról házra, ez nagy szombaton volt, kiajtottak bennünket a, az állomástérre, ott egy vagy két éjszakát ugye rendőr, partizáni kordonnal voltak, és ott már volt saját vasútállomásunk is, tehát vonat közlekedés volt. hogy jöttek a marhavagonok, és oda belettek. Belettünk vagonírozva, is, onnan vittek el vonatta, amit a Mári néni is mondott, a Mári néni szülőfaluja, a kijelölt lágerházba, Gakavóra. És még annyit elfelejtettem mondani, ezt hozzá kell tennem, az előbbi 214-es kivégző szám, hogy az összes értelmiségit a faluba, Szintén benne volt. Tehát az orvos, a tanár, a gyógyszerész. összes ér, Értelmiség, az ott fekszik. Ott fekszik, kérem szépen. Igen, igen. És. Na, idegavórra jutottunk. Ez ahogy a Márinéni mondta, körülkerített kis község, nem volt, ez se kicsi, ez szintén olyan négy és fél ezeres község volt, és akkor itt, itt, itt kegyetlen világ volt, az, hogy mit kaptunk enni, hát itt nem az volt a cél, hogy enni adjunk. Már egyszer voltam Kecskeméten egy ilyen fölebbviteli tárgyaláson, ugye, amit visszadobtak nekem, és kérdi, a bíró nő ottan, hogy. hogy. Percsúr, hát, hát mibe halt meg az édesanyja? Mondom, hogy mibe? Hát ott nem az volt a cél, hogy. ott nem főszer, Kukrocsprot volt, kukoricakenyér, de az is negyed osztályú, ilyen ragacsos, még ilyen, Ott nem. Nem kaptunk mi enni. Nekünk az volt a szerencsénk, nekünk, Nekünk az volt a szerencsénk, hogy az édesanyámnak a testvére, testvérinek a báty, a férje, az otthon a faluba borbé volt. És ő lett kijelő, vagy ő, ő borotválta a partizánokat. De minden nap, vagy mit tudom én, hát mennyire lehettek szőrösek, és őnek egy kis több szabad mozgása volt, és ő néha becsempészett, de szegényként mit tud, hát azt se kapott, hát annak se volt más a kaja, mint nekünk. És, és akkor ezt mondtam után a Kecskeméten a bírónőnek, és akkor szünetet rendelt el, és volt nekem egy könyvem, még van, és a vérbosszú bácskában, amelyiket Cseres Tibor és ezt odaadtam, mondom, bíró nő, nézzem már bele, ebbe rájön, hogy... csak akkor azt mondja, jé, azt mondja, hogy én nem tudok. Esz. Na és édesanyám, mi 45-be kerültünk be ebbe a lágerba, és ő 46. február 16-án halt, meg én 19 hónapos voltam. Végel gyengülésbe. Tehát ott hát naponta, hát ahogy a Mári néni mondta, és két vagy három éve hivatalosan még élők, meg hívva le, hivatalosan. Még élők, és akkor az hát azzal kezdődött, hogy Zomborban volt egy német mise, és onnan a jó indulatú rendőri irányítása kimentünk ák a kovóra, volt, és ott tartottak hivatalos beszédet. És ők 8000 halottat vallottak be? Ők? Hát akkor el lehet képzelni, hogy mennyi lehetett a valóság. Na most a Láger temető az, 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 a volt községi temektő végébe. Ott, ó, hát temető gödröket. Úgyhogy amikor 50, nem 50, várni, az 60, 75 először kimerészeltünk menni oda, elmentünk Gakovóra, és akkor szegény nővérem még. és akkor ő mutatta ezt. Így. Tehát ahogy már voltak rothadva, a holtestek ott le Nem szívesen láttak bennünket az ottani lakosság, mert hozzánk lícsánokat hoztak be. A lícsánok ez, 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 ilyen a, al... Al szer, lent Szerbiában ezek az erdőből jöttek oda. Ezek olyan szegény, elmaradott népek voltak, még nem is volt kultúrájuk, még nem is azon voltak. Na most ennek, ennek a. ezeknek meg lett mondva állítólag, hogyha a svábot kiűzitek, akkor megkapjátok a földjüket. Mega. Tehát nálunk minden otthon maradt minden. És, és még egy nagyon érdekességet mondanak, hát ugye ezeknél is a fronton volt mindenki egyáltalán, vagy beállt már partizánnak, és egy előőrsöt hoztak oda. Ez már, már fél év előtte hozzánk egy, egy, fiú, még az anyja lett betelepítve. Hogy mink vagyunk kötelesek az étkezésről. Na ez ő nem is volt gond, mert enni való mindig volt nálunk, akkor még főleg most is. És ezek ö, ö, oda bele, anyám főzött nekik, de a csirke leves nem ették, még csak tojást ettek, csak tojást ettek. És akkor hát ugye, a szegény anyám, ahogy a nővérem mondta, volt egy, mi úgy mondanánk, hogy Kesslaus, de az, hogy a kedves nézők is tudják, ez üstház volt. Ezt nem a nővéreim mesélik, akkor el se hiszem. És mondta ez a bárisnya, a hölgy, hogy ő elszaladt be a faluba. A gyerek otthon maradt. Hát ő, Gondolt anyám, hogy van egy kis friss levegő, akkor kiszedi az üstházba az oda eldugott ruhát. Ahogy anyám onnan szedi ki ezt a ruhát, a fiú kijön és lássa, ő rögtön utána szaladta az asszony, az anyja után, hogy jöjjön, hogy mert mer. Ha visszajön az anyja, ha nem a nővéreim mesélik, el se hiszem. Képzeljétek ezt, ezt az üstházat ágyúnak nézték a e -e, nő, meg a, mert ugye van az a cső, még mit tudom. Rögtön elszaladt a partizán is, és hát akkor úgy volt, hogy anyámat agyon lövik ott a helyszínen. És akkor anyám mondta, hogy legalább a nővérennek segíts, engedjen meg, hogy megmutassa, hogy engem hogy kell fürdetni. Hát nyolc hónaposa voltam, de inkább hét. És akkor közben mondja anyám, hogy szaladjál, mely a községházára is mond, szóljál Hanzi bácsinak, mert ezt a pör, ezt a borbét, aki a borot vált, nyírta, ezt Hanzi bá, János bácsi. És akkor, de most ő azért csak jóba volt kicsit a parancsnokkal, rögtön beszalad a parancsnokhoz, és akkor mondja, azt mondja a parancs, mi? Micsoda? A Vendelin? Ma Vendeló édesapámat a felesége. Na és akkor mindjárt, mindjárt jöttek, anyám már fő volt állítva bakra. Ott a házban. Na akkor bejött a parancsnok, állítólag azzal kezdte, hogy ott lekent a parancsnok. annak a, az alparancsnoknak egy pofont is. Kérdezte őt, tehát is! ezt tudod, mit jelent? Mit csinálsz? És akkor, és akkor, na, akkor tisztázták a dolgokat, és akkor mondja a főparancsnak az, az ott lakó két izének, hogy mutassátok már meg, hogy hol alszotok. És akkor bevitte, ugye dunnás ágy, mondom, kin az erdőbe, mikor aludtál ilyenbe? És akkor anyám is panaszkodik, dott hogy akármit főz, nem eszik meg. Nem baj, azt mondja, ad oda nekik, és főzzenek maguknak. Hogy így mondjam, a Istennek a táború sem. mi ma nem tudok visszaemlékezni, de apám meg a nővéreim elmondása szerint ők, ők, apám hátizsákba hozott át, kígyóson keresztül. Ez a kígyós, nem tudom, tudod, ez ottan ilyen, ilyen vízlevezető. Azon átjöttünk, és hát talán még az a szomorú, hogy nem szégyellem, elmondom. Én tíz éves koromban még bepisáltam az ágyba. Tehát hiába nem emlékeztem én. Tehát akkor a lelki trauma volt. Akkor a lelki trauma volt, és körülbelül júniusban jöttünk át, 47-be, mert szegény apám mindig mutatta, hogy mekkora volt már a kukorica, amikor itt a Vaskuti határba jöttünk. Még egy nagyon negatív dolgot erről, de ez nem a láger, de mégis az. Vasku... <coughs> Vaskuton befogadtak bennünket, ott volt egy lágerház. Mi a kisebbik nővéremmel oda mentünk. A nagyobbik, nővérem, apám, még apám, azok a leggazdagabb uh, sváb gazdánál szolgáltak Vasikóton. Hát itt akkor még semmit nem tudtak, hogy ott mi van, még ha tudták volna, akkor se akarták volna elhinni. És akkor egyik reggel, ugye nekünk volt húszolt földjünk, ezt nem ticsákozik képen, volt lovunk is, vagy két pár, vagy négy pár és ez a gazda meg akarja mutatni apámnak, hogy hogy kell befogni a lovat. Mondja neki, hogy Gábor bácsi, hát nekem is volt lovam otthon. Ó, azt mondja, ha magának lett volna lova otthon, akkor nem lenne itt nálam. Már szeretném lény látni, hogy engem valaki innen kitegyen. Hát látta két hónap múlva. Látta, mert a hogy itt is megtörtént a kitelepítés, a vagonok már beálltak, és egyik reggel ahogy a nővérem mondta, hogy augusztus 19-20, hát akkor még nem ünnepeltük, illetve vallásilag lett ünnepelve, de mégse. Mondja a gazda nővéremnek, hogy mennyi gyorsan a járdát söpördel, és megyünk krumplit szedni. Közben ül. Söpri a járdát, és megjelenik két vörösőr. És kérdi, hogy a vörösőr a nővére, hát ezek is vaskutiak voltak ezek a vörösőrök hogy ő milyen rangba szerep. És akkor ő kiszól, hogy ne tartsák föl az én cselédemet, mi ma még máma megyünk krumplit de nem érünk rá, mondja az egyik vörösőr akár ott szólíthatta maga, már nem megy krumplit szedni, hanem kap két óra hosszát, ennyi és ennyit össze lehet csomagolni, és akkor ő is sírva fakadt, és bocsánatot kért apámtól. Na még az volt az utolsó kívánsága, hogy elbúcsúzzon a háztól. És akkor leajult a küszöböt csókolni, és az egyik vörösörsek őrsekbe rúgta átulról. Na jó, hát akkor azért voltak itt nagyon sok jó emberek, még vannak, egy nagyon kedves, annak ellenére ugye, hogy a szerbek ezt csinálták velünk, egy bunyavác család befogadott bennünket. Tudod, kik a bunyavácok? Befogadott be, ott mi úgy voltunk, mint ott az asszony tudott, svábú, magyarú, rácú, este mindig rácu imádkoztunk, és hát közben én elkezdtem járni iskolába, bajai szörlőkben, nem, nem tudom, tudjátok-e. Este írom a leckét, és akkor már vittek, ugye Magyarországon kikkel kezdték, a papokkal, a kocsmárosokkal, a bótosokkal, még a kulákokkal, akit ők annak neveztek, még aki éppen. Hát én az asztal szélén írom a leckét, ez december közepe felé lehetett, és a, a gazda Nikola, bácsi Miklós volt egyébként, az húzza föl az órát. Mondja nekem, Maris néni, lehet, hogy bunyavácó, lehet, hogy magyar, ugyan Nikola, minek húzod ezt az órát? Hát azt mondja, hogy én korán akarok főkelni, megyek birkákat legeltetni. Hát azt mondja Maris néni, te, azt mondja, lehet, hogy mire ez az óra csörög, mi nem vagyunk itthon. Kérem, éjjel fölébredek, szobámba ég a petrolajom lámpa, a nővérem aludtunk, és a szoba közepén egy szerencsétlen sorkatona, ávos katona, mert ő se tehetett arra, hogy odavitték. Ott sétál, és ezt nem is lett volna szabad neki mondani, de hát, szóval tisztessé, mondja a nővéremnek, hogy ne aragudjon nekem itt kell lenni. Abba a pillanatban hallom kina a folyosón, mert ez nagy paraszt, valaki ordít, ugye nyilván az ávos parancsnok, hogy meg nem tudja, hogy hogy, hogy kell állni, ha velem beszél. Hát honnan tudta volna, katona se volt az öreg, még olvasni se tudott, azért tudom, hogy nem tudott olvasni, mert a szabad földet minden szombaton a Marisnéni olvasta fő. Szabadföldet még kötelező volt járatni akkor. Persze, kérem szépen, há házkutatást címén, ugye főmentek a patlásra, nem nehéz kitalálni, hogy a parancsnok fővitte a lőszert a zsebébe, ott elejtette, lőszerrejtegetés címén már valamit találni, elvitték Hajdú-Bihar megye tetejpusztára. Még az agybajú anyósokat is elvitték. Kérem szépen másnap reggel, mikor fölkeltem, ott mindenki volt borogatva szekrényből, és másnap a pártitkár jött odalakni. Persze mi nem maradtunk mi akkor. Kaptunk az állami gazdaságban egy külön tanyát, és oda mentünk lakni. Kérem szépen azon kívül, mert sokan, sokan mondják azt, hogy szegények voltak. Szegények voltak. Ö, Szegények mi voltunk. Ma apámnak volt talán egy rongyos nadrágja, az biztos volt, meg egy rongyos kabát, amit ugye, és már semmi. Nem, ami, ami most én, én rossz indulatú lennék, ha azt mondanám, igaz, hogy voltak osztályidegenek idegenek is voltunk, annak is csúfoltak bennünket, akkor uh, Hitlernek is csúfoltak. De hát ezt a, aki ezt mondta, ez utólag nekem jó barátom lett, és ezt ő az apjától, hallottam mert az is fronton volt katona, és ugye, hogy hívhatták a németek, ugye hát, a német katonát. Nem mondhatnám, nem mondhatnám a vállalatnál se, se. Én mindig büszke voltam arra, hogy sváb vagyok, és kitartok az mellett. A a magyar himnusz is az én himnuszom. Úgy, tehát ha mostan összejövünk, akkor első a magyar himnusz, és utána a schwab -himnusz. már mert van ilyen is, nem is német, hanem schwab -himnusz. és én nem mondhatom, hogy a vállalatnás, pedig tudták, tudták, hogy én, én nem is szégyeltem, tudták, hiszen a nővérem, aki nem régen halt meg, az törte a magyar, 32-es születésű. Már néni az nem töri úgy a magyart, mint ahogy azt törte, és 30 ember ezt el kell mondanom, már nem szégyen, 30 ember jó voltából szakszervezeti bizalmi is voltam, voltam is, és a vállalatnál is megbecsült egyén voltam, minden béremeléskor én kaptam, tehát rossz indulatú lennék, hogy igaz, hogy nem tanultam, de hát az abu indult ki, hogy én pepisáltam, meg dadogtam gyerekkoromban. Tehát én én már féltem, ha verset kellett mondani, az iskolában ugye nyíltan, akkor én dadogtam is. Hát a többi vagy nevetett rajta, vagy nem. És mindez a 45-ös eseményeknek? Ez a láger, ez a láger, ez a láger, ez a láger, persze. Na mostan szegény apám, az ha, ha, nem vonult be katonán, nem vonult volna be, még a falujából se jutott volna ki, mert ugye, persze. Az, amikor én bepisáltam, akkor néha mondta, hogy én azért <laughs> pisálok be, már lusta vagyok főkelni, Na, hogy ezt nyugodjon békében, nem akarom bántani, már nagyon szerettem őtet. Szóval nem mondhatnám, hogy nekem hátrányom volt erre. Jó, jó munkaköröm is volt a Démásznál, és még meg is becsültek, még mai napig is, pedig most már 15 éve nyugdíjas vagyok, már 5 éve előbb nyugdíjaztak. Ami végigkíséri az életemet, hát, és visszaemlékszek rá, ez ugyan nem engemet érintett, de mégis ezt a, a bunyevác embert, mert akkor én már elméletileg már itthon voltam, mikor ezt a bunyevác embert meg a feleségét elvitték két és fél évre, meg! fél évig nem is tudtuk, hogy hol van, aztán nagy nehezen írt egy levelet, és akkor apám elment a piacra, vett egy csonkát, és elküldte nekik. És ezek akkor szabadultak ki, mint amikor Nagy Imre először átvette egy két hónapra a hatalmat. Most mi is mehetünk volna Németországba? Mert ezek a vaskútiak, mikor kilettek víva a rendőr ott mondta, hogy mi is főszállhatunk. De azt mondta apám, nem. Itt, ha főszabadul minden, mi fogunk legelőször szántani lent. És hát szegényként, ő se szántott, én se. Az unokák már nem is fognak szántani. Persze, és mi hát akkor az se semmi, mikor 1975-ben lementünk először szülőfaluba, hát ugye mi volt az első, ahova elmentünk? A temető, a régi temető, és hogy ne mondjam, hogy ottan félre voltak doboz, dobva a márvány sír, sírborítók. Mert ezek a lícsának azt hitték, hogy a, hát a svábok az biztos aranyja temetkeztek, és 10-15 év vagy 20 évig ott, volt annyi, ott voltak a síra, a csontok. Ez volt a, az első, ahova elmentünk, még utána vasútállomás, hogy onnan vittek bennünket, onnan vittek bennünket el és utána elmentünk a házunkat megnézni. Mondom a nővéremnek, hogy azért mondjad, hogy, hogy merre. Mi a központban laktunk, ha ráláttunk a toronyórára, illetve nem én ők, ma a templomot is lebontották. Azt mondja, itt a sarkon fordulj balra, hogy a kerékpáros megy, és, és a harmadik háznál álljál meg. Hát aztán látom, hogy Kerékpáros a harmadik háznál be. Trabanttal voltunk mégis, ahogy ez a Lícsán ember visszanézett, szegény, azt mondom, hogy szegény, már őse él, szerintem, látta, hogy idegen rendszám, ő azt hitte, hogy németek vagyunk, mert ők még ott tartottak, még 75-ben, nem tudták megkülönböztetni a. A déta hátul, hogy az mit jelent. És akkor lássa, látom, hogy nyissa a kaput, és akkor szállunk ki, azt mondja, hajde, hajde, kedvesen mondta, hajde a nútról, hogy menjünk be. Hát egy elalakú házunk volt, még egy nyári konyha külön, ami még most is ott áll. És mikor hallom énekelni, nem tudom ki egy hogy az a ház még most is ott áll. Minden emlék úgy musikál. És ahogy mi beléptünk, hát az egyik nővérem, az idősebb, azt tudott, majdnem perfekt szervű, mert ők még szervű tanultak az iskolában. És egy elalakó ház volt, két istáló volt, az egyik az Ló volt a másik, tehén is még hátul a fészer, fészer, meg a disznó lassó, egy, egy ilyen igazi parasztház volt. És apám többször mesélte, hogy 36-ba az egész utca összejött cserepezni ott, ma úgy volt szokás, ha cserepeztek, akkor fél utca összejött, és utána az asszonyok még fánkot sütöttek benne. És akkor én hátra mentem, és kipogyogtak a könnyeim. Mert eszembe jutott, hogy ezért a a szüleim diktálták, akkor apám már halálos beteg volt. Nagyon, szóval nagyon megható volt, magamról se gondoltam, hogy ennyire még hat. És akkor, nem tudom, kimentünk a temetőbe, és ebbe a lákertemetőbe temetőbe, ugye, ami volt. Ott, ott se bírtam ki. Sírás nélkül. Nővéreim utána meg is kérdezték, hogy már ők már túl voltak. Én nekem még ez, hogy ennyire, ennyire meg, jó indulatúan ki, hogy ennyire még hatott. Igen, mert, 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 ugye. Érdekes, hogy az éveim álmaira anyámról sose álmodok, mert nincs benne 19 hónapos volt, amikor még a Nincs benne az emlékezetemben, apámról többször, többször álmodok, és akkor ez úgy volt, gondolkozok a 1945. novemberibe, Bocsánat, március, ez már március. A nagyobbik nővérem az 28-as születésű volt, tehát 16 éves volt, ő már majdnem nagykorú volt. Tehát ahhoz nagykorú volt, hogy elvigyék robotra. És ő már többször is volt roboton, és azt mondja, egyik vasárnap reggel, hogy Mári néni mondta, hogy dobótak, és akkor kisdobó, kisdobosas, illetve a a kisbíró a sarkon hogy X-től Y-ig ezek jelentkezzenek, mert, mert ezeknek kell menni kukoricát szedni. Mert ahol nem a front itt kulutná, itt túl, ott rajta hagyták a kukoricát, már elmenekültek, hogy a lakosság, de hát ezt csak lekő szedni. és azt mondja a nővérem, hogy ő nem megy sehova, mert, mert ő most jött. Azt mondja anyám, neki kislányom már pedig, el kell menned, ma agyonlőnek, ha nem hiszel. És tényleg elment, ide hozták őket, tehát ez majdnem szántón túl van, kulut. Ők úgy hívják, hogy kolut. Ott szedték a kukoricát, már partizán őrség mellett. És képzeld el, hogy ez a nővérem, ez akkor jött el otthonról, ott ő már nem került vissza. Érted? Ő már nem került vissza. És azt mondja, mondta a partizán, hogy akkor, na ezt egy ha ezt leszeditek, akkor hazamehettek, ha azt, akkor hazamehettek, lehet, hogy február is volt, csak minket Húsvét előtt vitte ke március volt, mert körülbelül úgy volt a húsvét, mint most az elmondás szerint, és azt tudni kell, ahol ezek kukoricát szedtek, meg Gákovó, ahol a Mári néni volt, illetve ahova mi mentünk, azok szomszédfalú, a két határ így összeér. Érted? És hát azt tudni kell, úgy, hogy akkor minden falunak megvolt a maga divatja, a gyerekeknek is megvolt. Hát aztán mi már bent vagyunk a lágerba a gyerekek, gyerekek még mm, csak kiszöktek a lágerba, a partizán nem is nagyon foglalkozott, úgyis visszajön. Azt azt mondja, hogy ők szedik a kukoricát, nézik, a Szentfülöpiek. Nézik, nézik. Mondja az egyik a másiknak. Azt figyel, de nézd csak. Azokon a gyerekeken, mintha Szentfülöpi divat lenne. Érted? Érted? Szentfülöpídi. Ugyanaz. Hogy jönnek közelebb a gyerekek, most. Mondja az egyik, hogy gyerek, ha nem mond, hát láttam, ez az én szepim, hát a Józsikám vagy a Stefike vagy. Mit tudom én, hát és aztán összetalálkoznak, így, és tényleg, és kérdezik a gyerekektől, és ti mit kerestek itt, hát azt mondja, anyu, mi már nem vagyunk otthon Szent Fülöpön, hát mi van veletek, szóval itt vagyunk a lágervagákon, hát akkor egymás tetejére borultak, és sírtak, Úgyhogy még a partizánnak is kifo, kipotyogtak a könnyei. Igen, igen, persze, persze. E, ez a leg még nekem egyike, hogy, hogy hát mintha te itt baján találkozna a gyerekeiddel, érted? Igaz, hogy kecskemét még baja nem ér össze, de igen, igen, persze. Hogy dolgoz és imádkozz. Ez az egyik. Tudod? Ö, nem vagyok egy csúszómászó a templomba, de a szűzanya engem még mindig megsegített. Még van egy, azt el kell mondanom. Nem folyamatosság azzal, de mégis, hogy még azt el kell mondani, hogy a mi falunkban nagyon sok gyerek született. Tehát három gyereknél kevesebb nem lett. Nem lett. A mi falunkból került ki a legtöbb pap, még apácsa. Igen. Az egyik atya most halt meg kint. És úgy képzeld el, hogy a mi falunkból az én korosztályom, tehát az 1944-esek, heten éltük túl a lágert. Többi az mind az mind, az mind ott fekszik. Persze, heten éltük túl. Nem semmi. Annak idején elhangzott, hogy Tito nagyon beteg, mert talán levágták az egyik lábát is. Aki nem kívántam neki rosszat, azt mondtam, hogy még nagyon sokáig éljen, nagyon sokáig, és szenvedjen mind a kutya, és álmatlan éjszakái legyenek. Igen. Kérdés? Hát most az a helyzet, hogy hogy, hogy lehet túlélni, most ezen már hiába, Ez már annyira, annyira, mert a nővérem az, az mindig azt mondta, hogy ő, ő hazamenne. Hogyha lehetne, lehetne most már akarna. De nem, te már ott? Te már ott nem otthon vagy, ha a szomszédék már nem a szilék. Persze. Hát, ha itt nem a gáloség, a szomszédok itt, meg a sztévoik, akkor én, én már nem nagyon vagyok otthon, még te is úgy vagy, nem tudom, hogy persze. Németországba. Uh, azért nem mentünk el, mert én akkor még kiskorú voltam, apám még elvből nem ment el, mert ő, ő, senki sem merte volna elhinni, hogy mindent elvesznek és nem kapunk vissza, de a látható volt egyébként, és azt mondta apám, hogy mink fogunk legelsőnek lemenni, és legelőször szántan élen. Na mostan talán a székelyek megbocsájtják, ha nézi valaki közülük. Én, bá, én, a székely himnuszt is úgy énekelem, hogy ne hagyd elveszni bácskát Istenünk. És öh, félig, meddig itt is a bácskába vagyunk, persze. De de ha Németországban kimentünk volna, akkor én tudom, hogy én az én szorgalmamma, szorgalmamma ott. Nem, mintha milliomos szeretnék lenni, már nem kell, de, de biztos jobban állnák, mind itt. Itt maradtam, mert 56-ban én már eldiszidálhattam volna. De hát sajnáltam, gyerek voltam ugyan, de elmehettem volna még azóta is. De de, de, na, szeretem az itteni barátaimat, honfitársaimat. Még annyit, mert járok le Vaskútra német klubba, minden hétfőn ottan énekelünk, meg stb. És én azt szoktam mondani az itteni sváboknak, hogy a ti életetek az nyári tábor volt a mi életünk közképes. Ma itt is telepítettek ki még, de hát azért, azért, azért. Sajnos, de más volt. Nem bántam még, nem, mert ha akkor nem mentem ki, van két szép lányom, és, és ez még édesapám, ez ő az, ő az, és ez még, hát ez most 45 éves, ez, ez, 45 éves. Az édesapám ő Percivendel, és ez még a Percsi Eréke, aki ma 45 éves, itt 4-5 éves volt. Ez a falu központja, és ez volt a, a templomunk. Jó? Ö, pedig valamit még akartam. Ja, hát még azt el szeretném mondani, a lényeget kihagyom hogy, hogy ezt a Szent Fülöpöt, ezt most Bácski, rásácnak hívják. Ennek ez a... Mert ahonnan ezek jöttek, ezek a Lícsán emberek, azt krásácnak hívják. Krásácnak. És állítólag az volt a kívánságuk a titó felé annak idején, hogy akkor ez a falu is krásácot kapja még. És akkor azt mondta a Tito, hogy akkor ez lesz a bácski krasac. Igen. És amikor először lent voltunk, akkor nem nagyon jó szívvel néztek ám bennünket ezek a jó emberek. Egy-két ember volt, aki úgy barátságot, de, de főleg mikor mentünk be a temetőbe, most a németek csináltattak egy nagyon szép emlékművet ott a Gakovon, amit azóta már megrongáltak. Na de volt a pucájukban annyi vér, hogy meg is csináltatták. Tehát most úgy néz ki, hogy rendben van.